lábaoltás. Ó, későre jár Pokolyó és barátai világában. Ideje, hogy Pokolyó és Pátó lassan... ágyba bújjanak. Ahogy már mondtam, ideje, hogy ágyba bújjanak. Ahó, Pokolyó! Későre jár. Pokolyó, tudod, mit szoktunk csinálni, amikor későre jár? Pátó már ágyban van. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy neki mit kell csinálnia? Ágyba bújni! Igen, ágyba kell bújnia. Lefekvés. Nem. Ajaj, szerintem Pokolyó nem akar aludni. De Pokolyó, mindenkinek kell az alvás. Neked nem kell alvás? Biztos? Pokolyó, szerintem Pátó azt akarja mondani, hogy neki viszont kell alvás, de a repülőt hangjától nem tud aludni. Nagyon kedves vagy, Pokolyó. Igen, így már jobb. Szép álmokat! Hajjaj, most meg mi van? Hát, lefekvés után nem szoktunk kockavárat építeni. Holnap, ha akarsz, építhetsz egyet. Jó ét. Pokolyó. Pokolyó, lefekvés után vonatozni sem szoktunk. Na jól van, Pátó. Végre elaludt. Most már te is nyugodtan alhatsz. Ajaj, mi a baj, Pátó? Most meg te nem tudsz aludni? Talán én segíthetek. Mit szólsz valami andalító zenéhez? Lássuk csak, igen.
Ez nem jött be. Megvan. Mi lenne, ha elénekelnétek Pátónak egy altatódalt? Velem együtt. Jó, énekeljük. Kezdhetjük? Egy, két, há. La la la. Nagyszerű. Úgy látszik, barátaink végre elaludtak. Jó ét, Pato. Jó ét, Pokolyó. És nektek is jó éjszakát. Jó éjszakát mindenkinek, és éljen, Pokolyó. Pápá, nem sokára találkozunk. Csillog, csillog. Ó, milyen szép az este. Fényesen ragyognak a csillagok. És ha nagyon odafigyeltek, még a hangjukat is meghallhatjátok. Értitek már, mire gondolok? Igen. Mindenki ágyba bújik. Lula és Pato. Nézzétek, ott van Pokolyó és Eli. Ahó, Pokolyó! Ahó, Eli! Ahó! Úgy látom, ők is aludni készülnek. Hallgatják ezt az édes csillag csilingelést. Ajjaj, ez nem hangzik valami jól. Pokolyó, Eli, tudjátok, hogy mi ez? Na és ti? Meg tudjátok mondani Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez? Egy csillag! 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 Hű, ez csodás, Eli. De tudod, az a csillag leesett. Igen, gyönyörű, Eli, de... annak a csillagnak az égen a helye. Nézd! Ajjaj, Pokolyó! Próbáljuk meg utolérni Elit, hogy elmondhassuk neki, mi a helyzet ezzel a csillaggal. Ott van. Eli! Eli, várj! Ajjaj! Ez jó ötlet. Pato vajon látta Elit? Pato! Eli! Vajon hol bujkálhat Eli? Szerintem Pokolyó nem láthatja. Meg tudja valaki mondani Pokolyónak, hogy hol van Eli? Ooh.
Ó, jaj, szegény szundi madárka. Hát mi a baj? Nem tudsz aludni? Nem, miért nem? Szerintem szundi madárkának hiányzik a sok-sok csillag ragyogása. Esténként az ringatta álomba. Eli, szerintem mindenki nehezen alszik el a csillagok ragyogása nélkül. Azt hiszem, Eli szeretne még egy percig együtt lenni a csillagával. Ó, köszönjük, Eli! Ez kedves tőled. De hogyan tesszük vissza? Oda fel! Ó, igen, a zummantóval. Nagyon jó. Ajaj, vigyázz! Ényi, visszakerült a helyére. Ügyesek voltatok mindannyian. Most a világon mindenki gyönyörködhet a csillagban. Veletek együtt. Ugye ez jó érzés, Eli? Éljen, Eli, és éljen, Pokolyó! Jó ét, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Eli nagy hajszája. Tű, nézzétek, ez Pokolyó és Pátó. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Micsoda gyönyörű reggel! És milyen szép lufik! Hová mentek? Elihez. Értem már. Megmutatjátok a lufitokat Elinek. De jó lesz. Eli! Eli? Hajjaj. Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy Eli miért nem válaszol? Úgy bizony, Pokolyó. Eli éppen szundikál. Tű, micsoda remek ötlet, Pokolyó. Jó kis meglepetés lesz neki, amikor felébred. Hajjaj, a lufik! Jaj, ne! Eli, gyere vissza! A zummantó, hát persze, de jó ötlet, Pokolyó. De hová tűnt Eli? Jaj, ne! A lufik! Eli! Hű, majdnem leesett. Igen, ez az!
Jaj, siess, kérlek, siess! Siess gyorsan, gyorsan! Nehogy leessen! Ugye van terved, Pato? Ügyes vagy, Pato. De, ó, most mi lesz? Nézzétek, Eli merre felé megy. Szerintem Pokolyó és Pato nem értette meg. Várjunk, megmondaná neki valaki, hogy Eli merre tart? A fa felé megy! Neki fog menni a fának! Szundi madár! Szerintem most röppent ki a fészkedből, csak egy pillanatra. Ugyanis éppen erre felé gördeszkázik egy elég nagy rózsaszín elefánt. Mindjárt itt van! Szerintem Eli arra kíváncsi, miért hagytátok aludni ilyen sokáig. Na jó, én majd mindent elmagyarázok, Eli. Először felröppentél a levegőbe, aztán visszaejtőernyőztél a földre, aztán majdnem lezuhantál, de végül egy gördeszkára estél rá, és... Na mindegy, legalább aludtál egy jót, Eli. Mi meg átéltünk egy izgalmas kalandot. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Kényes kacsa. Halljátok ezt? Mi ez? Vajon ki lehet az? Segítene nekem valaki? Ki énekel? Pato! Pato, hát tényleg te voltál. Nagyon meglep, hogy így tudsz énekelni. Na, készen vagy. Pato a tisztálkodást mindennél jobban szereti. Ma hányadszor zuhanyozol, Pato? Harmadszor? Bocsánat, negyedszer, hát persze. De szerintem ideje indulnod. Pokolyó és Eli már vár. Hát igen, Pato akkor boldog, ha tiszta. Pato! Pato, vigyázz, ott egy... Hű, ez nem sokon múlott. Szerintem Eli és Pokolyó éppen ebédel. De vajon mit tesznek? Pato, kérsz egy szendvicset?
Igen! Pato? Ó, értem már. Összemaszatolnád magad. Pato, miért nem jössz elő? Pokolyó és Eli már biztos befejezte az evést. Igen, most már biztos játszanak. De hol lehetnek? Új festés! Vidám maszatolás! Ajaj, igen, ne ijedjetek meg, semmi baj. Csak szerintem szegény Pátó új festőset sem akar játszani. Tudjátok, épp most zuhanyozott. Mi az, Eli? 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 Pokolyó! Tudod, Pátó, nem kell annyira félni attól, hogy piszkos leszel. Igen, tudom, hogy tiszta vagy, de... Pokolyó és Eli már befejezte a festést. Vajon most mit játszanak? Ez már csak nem lesz annyira maszatolós, mint a festés. Sársüti! Ajaj! Hát ez hihetetlen, Pátó. Egyáltalán nem lettél saras. Várjunk csak egy kicsit... Pátó nagyon szeretett volna tiszta maradni, de... Meg tudja mondani valaki, hogy mi történt? Igen, sajnos meg kell mondanom, Pátó, van rajtad egy sárcsepp. Nézd! Pátó! 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 Tudod, már az előbb is megpróbáltam elmondani neked, nem olyan nagy baj, ha piszkos leszel. Tényleg, tényleg, hidd el! Gondold végig most másképp. Szeretsz mosakodni, igaz? De mi a jó a mosakodásban, ha előtte még egy iciri-picirit sem lettél piszkos? Nézd csak, milyen kedvesek! A barátaid még fürdőkádat is hoztak neked. Szerintem már Pátó is rájött, hogy ha a kis piszkot kicsit jó lemosni, akkor a sok piszkot sokkal jobb. Éljen a maszatolás! És éljen a mosakodás! Éljen Pátó! Éljen Pokolyó! Nem sokára találkozunk a kádban. Pápá! Pokolyó kis barátja. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Tű, mit találtál, Pokolyó? Nem tudod? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Hernyó! Ő Valentina! Valentina. Itt gurul Eli. Júj, vigyázz! Szerencse, hogy ott voltál, Pokolyó. Szerintem valakinek vigyáznia kellene a kis barátodra.
Úgy látom, Valentinát érdeklik azok a levelek. Hát a hernyók aztán szeretnek enni. Tű, Pátónak milyen szép sütije van! Ajjaj, de hová tűnt? Valentinának nagyon jó étvágya van. Mi a következő fogás, Pokolyó? Asztal. Szerintem a hernyók nem esznek... Ó, hát elég éhes lehet, nem igaz? És a könyvekért is rajong. Pato és Eli, bocsánat, de úgy látszik, Pokolyó kisbarátja képtelen jól lakni. Látom, itt járt a kis barátod. Valentina. Tudod, Pokolyó, a sok evés közben Valentina barátod megváltozott. Igen, bebábozódott. Báb? Igen, a báb olyasmi, mint egy hálózsák. Kényelmesen pihenhet benne. Látsz valamit, ami úgy néz ki, Pokolyó? Igen, Pokolyó, a barátod ott van benne. Köszönjük, Pato doktor. Pokolyó, amikor a barátod majd előjön a bábból, hát... Annyit mondhatok, meg fogsz lepődni, hogy mi lett belőle. Tű! Na hát, mi volt ez? Azt hiszem, én már látom Pokolyó barátját. Látja valaki, mivé változott Pokolyó kis barátja? Pillangóvá! Egy gyönyörű lepkévé! Igen, a hernyó pillangóvá változott. Pokolyó, jócskán megváltozott a barátod, nem igaz? Tű, pillangó is elég éhes. Pokolyó, a barátod nagyon más, mint volt. De az étvágya nem változott. És az sem, hogy a barátod. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Zenekockák. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ó, építőkockák! Ezek szerint ma egy jó magas tornyot építesz.
vannak ott másféle kockák is. Láttad ezt? Lehet, hogy nem is volt semmi. Na jó, most egész biztos, hogy láttam valamit. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi történt, amikor dúdolt? Megmozdultak a kockák! Tű a mindenit! Nézzétek, hogy mozognak a kockák! Hát az egyszer biztos, hogy ezek a kockák különleges kockák. Ezek aztán szeretik a zenét. Ugra-bugra kockák. Egész jól mozognak, nem igaz? Amikor viszont csönd van, meg sem moccannak. Tű, micsoda remek ötlet! Lássuk, mi lesz, ha különféle zenéket játszunk nekik. Hey, rock and roll, oh yeah! Zene. Ez a kedvencem, Pokolyó. A klasszikus muzsika. Magával ragadó hang. Pokolyó, Pato, szóval, na... Pokolyó, kérlek segíts Patónak lejutni! Fent maradt a kockák tetején! Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet? Ugye tudod, mi történik, amikor elhallgat a zene? Segítene valaki Pokolyónak? Emlékeztek, mi történt, amikor elhallgatott a zene? Leestek a kockák! Összes kocka leesett! Úgy bizony. És ha a kockák leesnek, akkor Pato is leesik. Gyorsan, Pokolyó, fel kell jutnod, hogy megmentsd Patót. De hogyan? Hát persze. A zummantó majd felröppenti. Thank you.
Bravo! Szép volt pokolyó! Bravo! Hűha, micsoda kaland volt! A zene csodálatos dolog, az biztos! Éljen a zene, és éljen pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Madárka csőszök. Szundi madár! Telefon! Szundi madár! Talán ha együtt kiáltjuk, hogy ébredj, Szundi madár, akkor felébred. Mehet? Ébredj, Szundi madár! Ébresztő! A telefon! El kell menned? Értem. Hát biztos találsz fióka csőzt Szundi madárka mellé. Kéri meg valakit! Nem! Te! Bátor, takaríts! Csinálj rendet! Szundi madár azt szeretné kérdezni, vigyázna-e valamelyik őtök Szundi madárkára egy darabig? Nem? És mi van, ha a fióka csősznek nem kell rendet raknia? Tessék, Pátó, azt mondod, vigyázol Szundi madárkára? Nagyszerű! Akkor ez azt jelenti, hogy te raksz rendet. Igaz, pokolyó? Szia, Szundi madárka! Jól aludtál? Az anyukád nincs itt, Szundi madárka. El kellett mennie egy rövid időre. Na, na, Szundi madárka! Nézd, itt van a barátod, Valentina! Örülnél, ha Valentina veled maradna? Hát ez jó öt... lett. Ajaj. Téged utánoznak, Pátó. Ó, uzsonna. Mi? Anyukád nem ezzel szokott etetni? Sütivel? Ha Pátó ad egy kis sütit, akkor abba hagyod a sírást és ágyba bújsz. Ójaj, Pátó. Úgy látom, Valentinának vécére kell mennie. Most! Gyorsan, gyorsan! Siess! Siess! Ajaj. Na végre! Ideje ágyba bújni. Anyukád előbb mindig kivisz sétálni a holdra? Te ígéred, hogy utána rögtön ágyba bújsz? És most ágyba. Jól jönne Pátónak egy kis segítség, pokolyó. Madárka, Valentina!
pato! Nem könnyű feladat a kicsikre vigyázni. Tudom már. Mi lenne, ha összefognátok? Mit gondoltok? Segítsenek egymásnak, Pokolyó és Pato? Igen! Segítsetek egymásnak! Igen! Szundi madárka azt kérdezi, mit csinálsz, Pokolyó? Alszunk. Hű, Pokolyó és Pátó elálmosodott. Szeretnének bebújni az ágyatokba. Nem, feküdjenek csak a saját ágyukba. Hát, rendben. Fiúk, annyira ügyesek voltatok, hogy Szundi madár azt szeretné, ha minden nap vigyáznátok a kicsikre. Szerintetek is vigyázzanak a kicsikre minden nap? Igen, igen! Vigyázzanak rájuk minden nap! Na jó, éljen a csapatmunka! Pápa, nem sokára találkozunk! Minden kulcsa. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mit játszunk ma, Pokolyó? Igen, én is látom, Pokolyó. Valami fényes. Nem biztos, hogy Pokolyó tudja, hogy mi ez. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Egy kulcs! Kulcs! Úgy bizony, egy kulcs. És ki tudja, milyen meglepetéseket nyit meg. Hű, de izgalmas! Igen, és ha nem tudnám, hogy ez lehetetlen, azt mondanám, ez olyan kulcs, ami annak idején a régi kalózok kincses ládáit nyitotta. Kincs. Kincs. Kincs, 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 kincs. Kincs, 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 kincs. Ez csodálatos. Úgy néz ki. Ez egy kulcslyuk, Pokolyó. Kincs. Próbáld ki. Hát azt nem tudom, hogy itt kincs van-e. De én még ilyet életemben nem láttam. Ha-ha! Kincs. 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 Hát itt kincs nincs. Ne haragudj, hogy felébresztettünk, Szundi madár. Kulcs. Kincs. Kincs. Kulcs. Kincs. 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 Tyűha! Egy újabb kulcsjuk. Nem is tudtam, hogy van pincénk. Kincs! 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 Kincs, 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 kincs. Kincs, 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 kincs. Kincs, 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 kincs. Kincs! 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 Meglep, hogy látsz minket, Pato. Kincs, Pato.
Igen! Tűha! Egy lift! De izgalmas! Rajta próbáld ki! Most a tenger fenekén vannak. Úgy látszik, ennél messzebbre nem juthattok. Nem hiszem el. Nézzétek! Kint! Tyűha! Lehet, hogy tényleg az. Azok után, amit ma láttam, én már semmi sem lepődöm meg. Rajta, Pokolyó, nyisd ki! Vajon mi van benne? Édesség? Játékok? Mi lehet a kincs? Mi az? Mi van benne? Oda mennétek? Megnéznétek és elmondanátok nekem, mi van a kincses ládában? Egy csomagulcs! Ez a lehető legjobb kincs, nem igaz? Hisz mennyit mókáztunk ma? Csak nyitogassátok továbbra is az ajtókat, kérdezzetek, és fedezzétek fel a világot. Mindennek ez a kulcsa. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Cheat. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Lula! Ha-ho! Pokolyó, szerinted... Igen, látom. Összebarátkoztatok, igaz? Pokolyó, tudod-e, mi a neve ennek a gyönyörű állatkának? Segítenétek Pokolyónak? Tudja valaki, hogy mi ez? Pillangó! Ez egy pillangó! Pillangó! Úgy bizony! Ez egy pillangó! Pillangó! Tűha! A pillangó felröppent! Pillangó! 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 Jaj, várj, Pokolyó! Szerintem... Pillangó! Ahogy mondtam, Pokolyó, szerintem könnyebb lenne, ha... Pokolyó! Pokolyó, várj! Szerintem... Pillangó! Úgy látom, Pátó épp tornázik. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, négy. Pokolyó, szerintem próbáld egy egész kicsit... Pillangó! Pillangó! Csöndesebben. De hová tűnt Pátó? Pátó! Pátó, hát itt vagy!
A pillangó arra felé szállt el, Pato. Gyerünk, lessük meg, most merre felé röpdös az a pillangó. Tű, hisz ez itt Eli? Jót szúnyókál a napon. Pokolyó, szerintem az lenne a legjobb, hogyha... Tyha! Ott van! Pillangó! 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 Tudod, hogy a szundi madár miért mondta azt, hogy ssss? Meg tudja mondani valaki, mit jelent az, hogy ssss? Csönd! Maradj csöndben! Úgy bizony! Okos vagy, Pokolyó! Azt jelenti, csak csöndesen. Remek ötlet! És az a helyzet, hogy én is éppen ezt akartam tanácsolni az előbb, amikor... Ja, igen, bocsánat. Tudjátok, a pillangót a legkisebb zaj is megriasztja. Úgy bizony. Mindenki maradjon csöndben, nehogy elriasszuk a pillangót. Nagyon jó. Éljen, Pokolyó! Hoppá. Igen, bocsánat. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Eli pöttyei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Pato! Ha-ha! Piknikezni fogtok? Értem már! Tű, micsoda remek ötlet! Eli nagyon szeret piknikezni. Ajaj, Eli valahogy olyan más lett, nem? Igen, Eli, mintha valami megváltozott volna a külsődön. Meg tudja mondani valaki Elinek, hogy most mitől néz ki másképp? Eli pöttyös lett! Thank you.
Jó, semmi baj, Eli. Úgy látszik, összeszedtél valamit. De ne félj. Pokolyó, Pátó, ne fussatok el Elitől. Az elefánt pöttyöktől nem kell megijedni. Eli ágyba bújik egy kicsit, pihen, és utána sokkal jobban lesz. Ennyi az egész. Szerintem Pokolyónak támadt egy ötlete. Tyű, ez csodálatos! Figyelj, Eli, ha bármire szükséged van, csak rázd meg ezt a kis csengőt. Pokolyó és Pátó azonnal itt terem és segít. Hát jól van, akkor ti ketten most mehettek is piknikezni. Figyeljetek csak! Úgy hallom, Eli segítséget kér. Ó, szerintem Eli szomjas. Igen, így néz. Nagyszerű. Akkor most már mehettek is. Piknik! Ajjaj, már megint. Vajon most mit szeretne? Aha. Vanília. Csoki és puncsfagyit kér. Kis papírernyővel. Rendben. Hát, ha jól értem, Eli locsolókannát szeretne. Meg egy gördeszkát, egy rádiót, egy telefont, és még egy csomó minden mást. Jaj, Eli, szerintem most már jobban vagy. Meg tudjátok mondani Elinek, miből gondoljuk, hogy jobban van? Eltűntek a pöttyei! Úgy bizony, eltűntek a pöttyei. Nincs több pötty. Eli, szerintem elfáradtak. Tudod, egész nap a te kívánságaidat teljesítették. Vajon Eli most hová megy? Igen, úgy látom, a barátaink mégiscsak piknikeznek egy jót. És annak külön örülök, hogy most már te is velük vagy, Eli. Éljen a piknik! Éljen Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pokolyó tudja. Ha-ho, Pokolyó! Hű, na hát! Igen,
Mi vagy ki ez? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy ki ez? Eli! De hát mit csinál? Csűha, ezt nézzétek! Szerintem Eli golfozik. Hé, Pokolyó, lassan a testtel! Eli megmutatja, hogy hogyan kell játszani. Pokolyó játszik, Pokolyó játszik! Játszik, 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 játszik! Igen, 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 igen. Pokolyó, szerintem figyeld meg jól, hogy Eli hogyan csinálja. Aj, Pokolyó. Pokolyó tudja. Most komolyan, Pokolyó. Tessék, Eli elment. Hogy fogsz így megtanulni golfozni? Azt a baszta. Pokolyó tudja. Azért nem annyira könnyű, igaz? Továbbra sem megy, igaz? Egy trombita. Ha megkérted volna Elit, szerintem biztos, hogy... Egy locsoló kanna. Ajaj. Eli, Pokolyónak nagy szüksége volna a segítségedre. Támadt egy ötleted? Pokolyó, szeretnél megtanulni golfozni? Szerintem van valaki, aki segíthetne neked, aki már korábban fel is ajánlotta, hogy megmutatja. Tudod, kiről beszélek, Pokolyó? Eli megmutatja Pokolyónak. Igen! Most jól figyelj, Pokolyó. Nézd meg, Eli hogyan csinálja. Hát...
Szerintem most már te is megpróbálhatod. Pokolyó, várj! Ó, ne. Meg tudnátok mondani neki, hogy mit csinál rosszul? Fordítva tartja az ütőt! Igen! Most jó, Pokolyó! Micsoda ütés volt! Éljen, Pokolyó! Éljen a tanítás és a tanulás! Pápá, nem sokára találkozunk! Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.